Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Önök a Somogy Televízió Miért című műsorát látják. Vendégünk Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. Szeretettel köszöntöm Önt. Meglehetősen régen járt nálunk, úgyhogy számos dologról most beszélgetnünk kell, kötelességünk szinte, hiszen ez már a választás éve. Tudniuk kell az állampolgároknak, a boglári polgároknak, hogy mi minden történt az elmúlt években a városban, és egy kicsit talán tekintsünk előre is. De bevezetésképpen talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy vagy hivatkozok mondjuk egy szállásfoglalással, vagy szállásbiztosítással foglalkozó internetes portálra, mely szerint Balatonboglár mindig a top 10 között volt. Ön szerint minek köszönhető ez a vonzerő? Jó estét kívánok, én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Igen, hát és egyre népszerűbb is lesz, remélünk, ezen dolgozunk, és ezen dolgozom én is most már 9. éve a város élén. Aki a gyerekeket szereti, Balatonboglára hozza őket. Ugye ez volt már 100 évvel ezelőtt a szlogen Bogláron, akkor is értettek már a marketinghez. És azt hiszem, hogy továbbra is a gyerekes családok üdülővárosa, de egyben már sportváros is lett Balatonboglár emellett. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan programot és létesítményt és intézményt és strandfejlesztést és mindent út és egyéb felújítást csináltunk már az elmúlt években ragyogó egészségügyi ellátással, ami mind egy-egy kis láncszem abban a sorban, ami végül is Boglára vonza a turistákat, de hát remélem, hogy a helyiek is jól érzik magukat. Ha már helyi polgárokról beszélünk, akkor mindenképpen meg kell említeni a villatulajdonosokat is. Ugyanis egy város vezetésének gondolni kell arra, hogy az állandó lakosok komfort érzetének biztosítása mellett a villatulajdonosoknak is vannak igényei. Időnként nem is kevés. Igen, néha vannak is összezördülések. Tartunk ilyen fórumokat, és azért ott elmondhatják valóban őszintén a kívánalmaikat, a sérelmeiket, akár a lehetőségeinket pedig mi vázoljuk. Igen, oda kell rájuk figyelni, és egyre jobban ők is nyilván képbe kerülnek. Azokon a területeken, ahol kimondottan nyaralóövezet, Jankovics terepen például, ott is egyre jobban igyekszünk útfelújításokkal, strand karbantartással és egyéb módon odafigyelni rájuk. Úgyhogy valóban egy fontos téma. Igen, a villatulajdonosoknak elsősorban valóban infrastruktúrális gondjaik vannak, mert hogy ezek új kialakítású területek, üdülő területek, és ott mindig út, járda, közvilágítás, ugye ezek standard témák. Pontosan, hát ezért is programszerűen például a Jankovics telepen minden évben két kis utcát felújítunk, például aszfalt réteget kapnak, de odafigyelünk a strandfenntartó kiválasztására, és ezzel volt ott néhány évvel ezelőtt probléma. Ez is jó mederbe került, tehát valóban a Boglárnak ez a bizonyos nyugati fele ilyen szempontból rendeződött. Hát a platánstrand, a középső rész pedig eddig is rendben volt, tehát ott igazából egy hatalmas fejlesztés van már eddig is sok százmillióval, és most pedig még további sok százmillióval fogjuk a platánstrand környékét rendezni. Bevezetőként említettük a fejlesztéseket. Egészségügy, oktatás, szociális ellátás területén történtek a legfontosabb előrelépések, amelyek az állandó lakosokat érintik. Így van, és hát ez egész költségvetés gyakorlatilag erről is szól. Ugye egy rekord költségvetést fogadott el Balatonboglár a múlt héten. Ez még ilyen soha nem volt. 2,3 milliárd forint, ami valóban azért óriási, hiszen ebből a működésre, például az említett területek működésére nagyjából csak 1,3 milliárd forintot költünk. Tehát valóban az az 1 milliárd forint az Balatonbogláron ebben az évben kimondottan egy fejlesztési forrás lesz, amely különböző topos programokra irányul. Tehát ez pályázati ezek forrás. Pályázati forrásként is, illetve saját erőként a tartalékunk ugye óriási volt. Ez is egy óriási lehetőségünk volt, hogy a tavalyi évről ugye több százmillió forint tartalékot hoztunk. Hát ilyen ez sem volt még régebbi időkben, amikor még éppen a hitel törlesztéseket nyögtük. Úgyhogy azt gondolom, hogy biztos kezekben és biztos helyzetben vannak az intézményeink. Úgy az oktatás, ami hát végül is most már állami feladat, de ott sem látok ilyen mi problémákat. Viszont a helyi óvoda ellátás, az egészségügy, a szociális ellátás,
biztos keretek között mozoghat ebben az évben is, a büdzsé erre lehetőséget ad. Be kell segíteni egyébként a városnak mondjuk az oktatási intézmények fenntartására, az iskola fenntartására? Hát mivel tulajdonosok vagyunk az épületnél, ott azért mi szerepet vállalunk. Tehát valóban a működtetést az állam elvitte, de úgy gondoljuk, hogy ott a mi gyerekeink járnak, és az épületnek azért olyannak kell lennie, hogy ott tényleg ne legyen hiba, és hát van hiba, úgyhogy ebbe azért nekünk be kell szállni idén is. Mosdó felújításokat szeretnénk például elvégezni az iskola főépületében. Pénzről beszéljünk még, ha nem sértődik meg, mégpedig arról, hogy önök egy kisebb összegű kártérítést fizettek néhány állandó lakónak, ez pedig a borudvarhoz kötődik, hát ugye a boglári bor legendás, természetesen nem csak akik ott nyaralnak, hanem gondolom a szomszéd településekről is átjárnak időnként megkóstolni a boglári nedvüket. És itt azért voltak esetenként olyan emlékezetes esték, amelyekre nem szívesen emlékeznek a szomszéd villatulajdonosok. Igen, és valóban egy pert is indítottak, egy pertársaság alakult meg, még egy jó néhány évvel ezelőtti, a borudvar kezdetekor történt bizonyos esetek miatt, ami hát be is bizonyosodott, hogy megtörtént, és valóban másodfokig ugyan eljutott a bíróságon ez a történet, és másodfokon valóban a villatulajdonosoknak adott igazat a bíróság. Mi, mint a tulajdonosok, ki is fizettük annak a néhány lakónak a kártérítést, bánatpénzt az elszenvedett éjszakai problémák miatt. De hát azt gondoltuk, hogy ezzel lezárult az ügy. Az utolsó években már nem történt a borudvarban ilyen atrocitás, tehát a bírósági ítéletnek egyébként megfelelően 10 órakor befejeződik a borudvarban minden nemű program, tehát valóban az éjszakai pihenéshez való jogot már nem sérti a borudvar évek óta, hiszen ha sértette volna, akkor a per nem is így zárult volna, nem sokkal durvábban lehetett volna a bíróság. Megoldás jelentett volna, hogyha esetleg a bérlő, vagyis az üzemeltető fizeti ki ezt az összeget? Vagy önök milyen hát, igazából ugye a bérlők helyett a város perelte, tehát az a per így alakult, hogy igazából a város, mint tulajdonos perelték, a tulajdonosok, a villatulajdonosok, és hát így igazából nem tudtunk ebből a perből mi kiszállni, tehát igazából a várost ítélték el, mint tulajdonost, hogy nem tartatta be a bérlőkkel ezeket a bizonyos előírásokat. Na, lényeg, hogy a lezárult per után azt gondoltuk, hogy itt vége van, mindenki megnyugszik, csak az történt, hogy a legfelsőbb bíróságra, a kúriára ment tovább a pertársaság azzal, hogy nem elégedtek meg ezzel az ítélettel, a kártérítéssel sem, hanem egyértelműen a borudvar teljes elköltöztetésére tettek beadványt a kúriához, és hát ennek a tárgyalása volt január közepén, ami óriási siker Balatonboglárnak, ezt mindenképpen így kell értékelnünk, hiszen a kúria egyértelműen kimondta, hogy Balatonbogláron a borudvarnak nem kell elköltöznie, ha betartja ezeket a másodfokú bíróság által kimondott, ítéletben kimondottakat, már pedig ezeket már évek óta betartják, akkor ott maradhat, és tovább is lehet a fénypontja egyébként a Platánstrandnak, hiszen nagyon örültünk, hogy egyáltalán ezt ott létre tudtuk hozni még 8 évvel, vagy 7 évvel ezelőtt, hiszen ugye a boglári borokat helyszínen a strand közelében lehet kóstoltatni az ideérkezőkkel, és a helyieknek is nagy kedvence, úgyhogy nagyon örülünk, hogy maradhat, és ezzel már, mivel hogy fellebbezésnek helye nincs, így hosszú távra megnyugvó pontra jutott ez a történet. Egy másik ilyen szintén fontos pénzügyi szempontból elsődlegesen a következő kérdéskör, mégpedig a Bahartban történt állami szerepvállalás. Ugye ismeretes, hogy a balatoni kikötőkkel rendelkező települések önkormányzatai, tulajdonosai a Bahartnak. Volt egy korábbi jogszabály, illetve a szerződések megkötésekor arról volt szó, hogy tőkét kell emelni 2019-ig, vagy 2018 végéig a tulajdonos önkormányzatoknak. Erre nem került sor. Önök, mondhatjuk azt is, hogy szerencsések egy kicsit. Hát 106 millió forintot nyertünk ezzel, az biztos, úgyhogy én magam is nagyon örültem a kormány döntésnek. Valóban egy régi história zárult így le,
Természetesen a folytatást azért várjuk, hogy hogyan tovább a Bahartal, de alapvetően egy megnyugvás volt a város részéről, hogy ebben az évben pont, amikor ilyen nagyon sok fejlesztésünk van, és nagyon sok önerőt kell a különböző fejlesztéseinkhez biztosítani, ez a 106 millió forint nagyon hiányzott volna. Ugye az ingyenesen megkapott részvények egy részét, nagyjából a részvénycsomagunk harmadát vissza kellett adnunk ugyan az államnak. Hát ez valamennyire természetesen fáj, hiszen kisebb a részesedésünk a cégben. Most mekkora konkrétan? Hát 7%-ra, most azt hiszem lement olyan 4%-ra. De hát alapvetően ugye a cél, ha az a cél, és nyilvánvalóan ezt tudjuk, hogy az állam további milliárdokat, 10 milliárdokat is akár tesz majd a Baharba, akkor a részesedésünk úgyis elolvadt volna, így ez a 106 millió forint sem lett volna igazából kézzelfoghatóan a bogláriak számára látható. Tehát igazából mi annak örülünk, hogy ezt a 106 millió forintot most nem kellett betenni, mert most éppen más helyét találtuk. Akkor ennek az összegnek a tízszereséről beszélünk, említette, hogy mintegy 2,5 milliárd. 2,3 milliárd forintból gazdálkodnak idén. Ennek jelentős része, hogy 1 milliárd forint fordítható fejlesztésekre. Ezek pályázati pénzek. Mire fogják elkölteni? Azt hiszem, hogy akik mondjuk Somogy belső részein nézik ezt a műsort, arra gondolnak majd, hogy milyen klassz lesz a Platánstrandon elheveredni, borozgatni, napozni. A Platánstrand tulajdonképpen a város centruma, mondhatjuk. És már most világszínvonalú, azt gondolom, a szolgáltatásait, az egész dizájnját és a borudvarral együtt egy különleges, tényleg a Balaton déli partjának is egy különleges pontja, amit hát végül is most újabb több mint 500 millió forinttal tudunk megtoldani, annak a lehetőségei már körvonalazottak. Az egyik pályázat 314 millió forinttal már fut, tehát annak már megvan a kivitelezője, lefuttattuk, igaz, hogy második fordulóval, de sikerült kiválasztani a kivitelezőt. Ráadásul egy helyi cég tudta elnyerni, ami egy nagyon fontos szempont számunkra, hiszen közelben van számon kérhető, és már a referencia munkái ugye szerte. És nem beszélve arról, hogy majd adót fizet. És hát ráadásul egy részét vissza is juttatja adók formájában, úgyhogy a város kasszájába, hiszen ott valóban adófizető. Ez egy egészséges körforgás, mondhatjuk. Így van, és hát mondom, főleg a minőség miatt is nagyon örültünk neki, hogy ő tudta elnyerni ezt a munkát. Úgyhogy már a Platánstrand föl van turva, úgyhogy most még nem azt a képét mutatja, amit majd nyáron fog, hiszen két új sétány fog elkészülni. A borudvar, már az említett borudvar folytatásaként teljesen a kikötőig futtatunk ki egy nagyon szép diszkővel borított kandelláberekkel, padokkal egy különösen szép sétány lesz ott a platánok alatt, és egy hasonló sétányt indítunk el a borudvartól a tóig, ahol jelenleg különböző büfépavilonok vannak, amelyeket eltüntettünk, és helyébe hasonlóan a platán strandi pavilonokhoz, tehát a borudvar pavilonokhoz, ezek a minimál stílusú, nagyon szép kis pavilonok lesznek a büfések számára majd felkínálva. Úgyhogy ez a két sétány már erre a nyárra elkészül, és hát várjuk, a tervasztalon vannak még a következő fejezetnek, a következő nagy zöldváros pályázatnak az elemei, amit ha még nyáron ki tudunk írni közbeszerzésbe, akkor az ott meg ősszel indítjuk azoknak a munkálatait. Szintén a Platánstrand belső részeit, a fesztivál területet fogjuk rendezni vele, és készül még egy sétány közvetlen a parton, ami nagyon szép lesz szintén, közvetlen a vízparton is hasonló színvonalú séta lehetőség lesz. Azt hiszem, hogy a Platánstrand ezzel aztán teljesen rendbe lesz téve, úgyhogy most hosszú ideig szolgálhatja úgy a helyieket, mint valóban azt a sok tízezer embert, aki meglátogatja minden nyáron. Legalább 10 évre megoldódnak a gondok. Én emlékszem arra, amikor a rendszerváltás idején szabaddá tették ezt a strandot, és micsoda vonzerőt jelentett. Hát ezt igyekszünk szabadnak is fenntartani. Ez mindig egy nagy dilemma egyébként, hiszen óriásiak a fenntartási költségek. Jelenleg minden ingyenes, de gondolkozunk egyébként a WC-knek a fizetőssé tételében, tehát valami kis bevételre azért nyilván szeretnénk kompenzálni azt a tényleg sok 10 millió forintot, ami ennek a strandnak a fenntartása évente.
De hát egyelőre a fizetésről szó sem lesz már, mint hogy fizetőstrandál biztos, hogy nem fog válni. Tehát a legfontosabbak, Platánstrand, 314 millió, Zöldváros program. A Zöldváros, ebben mi tartozik? Igen, hát a Zöldváros programnak ugye a kulcseleme a kultúrász felújítás is. Bele tudtuk tenni ezt is, és ez azért nyilván nekünk nagyon fontos volt, hiszen még Varga Béla építette, és nagyon sok minden még a kultúrházán, még az a Varga Béla időszakból származik, tehát gyakorlatilag egy 80 éves házról van szó, a kultúrháza, Varga Béla kulturális központ, aminek most a teljes generál felújítása be fog következni. A közbeszerzés előtti napokban vagyunk, remélhetőleg már a jövő héten a közbeszerzést ki tudjuk írni, és a munkálatok tavasztal elkezdődnek, és jövő tavaszra remélhetőleg teljes új fényében, újraépítve, újra gondolva lesz a ház látogatható. Új szabadtéri színpad lesz, annak egy kiszolgáló épülete, nagyobb lesz a büfé, tehát egy kicsit a 20.-21. századi komfortot is meg fogja kapni az épület, annak ellenére, hogy megőrzi azokat a Kocsis Iván-féle megoldásokat, ami egy neves ugye, építész volt, és Bogláron azért több épület is, a katolikus templom, vagy a parókia is az ő nevéhez fűződik. Ezeket a látványelemeket, ezeket a különleges vakolatelemeket például nem fogjuk lebontani, pont azért, hogy úgy lesz újjávarázsolva, hogy igazából megőrzi a régi fényét. Szerencsére egyébként ugyanezt el tudtuk érni a főutcán, most egy szintén a top pályázatból az év végén átadott szociális intézményünknek az épülete egy különleges múlt század elejé hangulatot tükröz, tehát homlokzatában azokat a stukkókat, azokat a megoldásokat, amik a század előn még újkorában ennek az épületnek megvoltak, az is például vissza lett állítva, úgyhogy azt is nagyon sokan szeretik Bogláron, és még akik megállnak sokan az utcán autózva vagy sétálva, és egy picit megállnak és csodálják azt a házat, nagyon szép lett. Említette polgármester úr a Platánstrand beruházásával kapcsolatban a helyi vállalkozók fontosságát, szerepét, és hogy önök is favorizálják azt, hogy munkához jussanak. Ők egyébként, kölcsönös ez, tehát, hogy ők is szeretnék, vagy szeretnének részt venni a város fejlesztéséből. Jönnek-e új ötletekkel, mondjuk a vendéglátósok, akik nagyon sok mindent tudnak tenni egy város népszerűsítésért, mert nem közömbös mondjuk, hogy esztétikailag, a szolgáltatás minőségében mennyire tudnak előrelépni, vagy azonosulni az önök elképzeléseivel? Hát minden bizonnyal ezt minden évben egyszer, január elején, amikor az új év elkezdődik, össze szoktam hívni a vállalkozókat, azokat a legnagyobb 30 adófizetőt Bogláron, akik között egyébként vendéglősök is vannak. Örültem egyébként, hogy a kisfaludi programban több is nyert, és például több olyan fejlesztés is van, ami a kisfaludi programból ilyen 10-20-30 millió forintokat. Elsősorban szállásfejlesztés. Kis szállásfejlesztésre azért tudtak nyerni, és ez azért egy öröm volt. És ott tényleg ott nyíltan, egyrészt megköszönöm mindig az előző évi adófizetésüket, tehát akik ott 30-an ültek az asztalnál, csak maguk 150 vagy 200 millió forinttal, nem is tudom, már adót fizettek Balatonboglának, tehát óriási ugye, hozzáadott érték az ő munkájuk a Boglár életében. Hát különösen, hogyha figyelembe veszik, hogy 1,3-1,5 milliárd egyébként a pályázati pénz nélkül, akkor gyakorlatilag hát egy ötödek egy részét nyilván ők adják össze. Igen. És hát ott aztán mindenki tényleg elmondja egyrészt a véleményét, akár a kritikáját is, és természetesen mindig tele vannak ötletekkel, úgyhogy igyekszünk azért ezekre odafigyelni valóban. Az idei költségvetésben, amelyet említettük, hogy a múlt héten fogadtak el, mekkora összegként, mekkora tételként szerepel az idegenforgalmi adó? És úgy éves átlagban hogyan alakul felfelé? Igen, most nagyon jó eredményekről számolhatok be, hiszen kétszámegyű volt az emelkedés. Az nagyon jelentős. Tehát 11%-kal nőtt meg. Gyakorlatilag évről évre ez a tendencia most már, és hát azt gondoljuk, hogy ez a sok fejlesztés azért nem volt hiába való, és valóban nagyon népszerű Balatonboglár. És ugye ez nem csak a strandfejlesztésre igaz, ami vonzza a turistákat, hanem a Platán strand mellett azért a Várdomb az a másik nagy durranás, ami azért Bogláron elérhető. És a Várdomb is egyébként egy sok százmilliós fejlesztés előtt áll, azért majd erről még beszéljünk, hiszen
a kilátó mellett egy magas ösvény útvonal fog elkészülni, mert az ország legnagyobb ilyen lábon álló 11-2 méter magas ösvény lesz, hogy a fenyőfák tetején lehet majd körbe sétálni a várdombot, egy különleges attrakcióval számolunk. Ennek az előkészítése folyik, és nyilván inkább a jövő nyár esedékes, de hogy ez elkészül, de ez egy nagyon-nagyon nagy újabb vállalkozói program, és benne van, de alapvetően a város szeretne erre pályázni, hiszen a tulajdonos a város. Az idegenforgalmi adó 130 ezer vendég éjszakával, azt hiszem, hogy nem szégyenkezhetünk, és azt hiszem, hogy ez csak növekszik majd a következő évben is. Úgyhogy komoly 10 milliókat tudunk ebből is beforgatni a fenntartásba, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sokat költünk is egyébként a turistákra, tehát sok bevétel mellett azért sok a költség is. Természetesen nagy területeket kell bevilágítani, ugye szétterül a város a sok nyaraló miatt, azokat azért minden egész évben azért közvilágítás, takarítás, egyebek azért kell, a strandfenntartások sok 10 milliót vesznek el, és hát azt hiszem, hogy azért a közterületek fenntartása, itt különösen gondoskodunk, ugye egy külön erre egy vállalatunk is van, egy cégünk is van, egy intézményünk is van, akik kimondottan ezzel foglalkoznak egész évben. Úgyhogy kell is az adóbevétel ezekhez a szép feladatokhoz. Beszélgetésünk elején a vonzerőről beszéltünk, vagy ez került szóba, és hát mindenképpen ehhez tartozik a kulturális és sportkínálat, ha csak a Balaton áthúzást említjük, vagy a bor és jazz, vagy a kult kikötő programjait, akkor kiderül, hogy nem kell unatkozni esténként. Ha aki nem talál oda a borudvarba, az is jól szórakozhat és jól érezheti magát. Hát így van, most már évek óta azért azok a nagy rendezvények, amik más évek óta pörögnek, igazából azt minden nyáron igyekszünk fenntartani, és ez idén nyáron is így lesz. Úgyhogy megvan nagyjából a sorrend is, már ugye a Világzene Fesztivállal indítunk valamikor július elején. Ugye ez is már most már negyedik éve lesz Bogláron. Egy különleges hangulat, keleties kultúrákkal, különleges hangzásokkal, azt hiszem, hogy ezt is már úgy keresik, bár ez is egy réteg zene. A jazz és bor is ugyan egy réteg zene, de az a kultúrházban volt eddig, igyekszünk neki egy méltó helyet találni idén, és azt is nagyon sokan várják, de hát alapvetően azért itt is a 20. fesztivál az, ami majd a pontot teszi az íre, ugye a nyár vége felé. Sportban pedig hát a NECA mellett azért a tenisz élet is nagyon hát prosperál, és hát azért a helyben lévő foci és kézilabda is működik, legalábbis a gyerekek nagyon szeretik, és ott a képzés azért folytatódik. A NECA-ban pedig komoly mérkőzéseket lehet látni, ugye a Nemzeti Kézilabda Akadémia most már szépen kinőtte magát, az új csarnokot is használják folyamatosan, és hát gyakorlatilag NB1-es vagy akár válogatott mérkőzéseket is láthatnak Bogláron, akik eljönnek. Még egy fontos dolog, még pedig a gazdasági beruházások, iparfejlesztés egészen röviden. A Datalogic néhány évvel ezelőtt nyitott egy üzemet. Változatlanul jól prosperál ez a cég? Igen, éppen most igazgatóváltás lesz, a szerdán találkozok az új igazgatóval, remélem, hogy jó adatokat fog mondani. Az adófizetés szempontjából biztosan nagyon jók, mert a második legnagyobb adófizetők Bogláron, és 300 embernek adnak munkát, tehát 150-nel kezdték, és ma már duplája dolgozik, mint a nyitáskor, nagyjából 4 éve nyitott meg az üzem. Megvásárolták a mellette lévő területet is. Kivárásban vannak egyelőre az új üzemcsarnok építésével kapcsolatosan, de az idő nyilván nekünk dolgozik, mert arról már tájékoztattak, hogy a konkurens szlovák üzemet bezárták, tehát azoknak a szlovák üzemben lévő funkcióknak az áthelyezése valószínűleg Boglára kerül, és akkor előbb-utóbb újabb csarnok is épül, ami nekünk megint csak duplán jó lesz, hiszen amellett, hogy újabb adófizető potenciállyal számolunk, újabb munkaerőfelvétel lesz. Hát nem is tudjuk már egyébként Bogláron kielégíteni sem a Halker, sem a Datalogic munkaerő igényét, hiszen itt most már arról szól a történet, hogy reggel elindulnak a buszok, és 30-40 kilométerről hozzák be a munkaerőt Boglárra. Úgyhogy Boglár valóban egy ilyen ipari centrum is lett az elmúlt években. A szűkebb régió központja, mondhatjuk.
Polgármester úr, nagyon köszönöm a beszélgetést, sikeres nyarat kívánok, tudom, hogy önök már lélekben vagy fizikálisan is erre készülnek. Hölgyeim és uraim, önök a Somogy Televízió Miért című műsorát látták, Mészáros Miklós, Balatonbóglár polgármestere volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket.